Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, Battlefield 5, őrület, hype van. Ezért hoztam nektek egy kis sniper gameplayt. A sniper minden shooter játékban úgy gondolom, hogy egy ilyen fontosabb szerepet vesz fel, hogy őszinte legyek, mindenki szereti, vagy épp nagyon nem szereti a snipereket, de el lehet mondani, hogy a sniper egy olyan kategória minden shooteren belül, amire a játékosok érdeklődve figyelnek. Ezért is gondoltam, hogy hozok nektek egy kis külön ilyen sniper bemutató féleséget, videót és vélemény összefoglalót, hogy hogyan is néz ki ez az új Battlefield 5-ben. Na most, honnan indul a történet? Battlefield 1-ben a sniperezés az egyik legkönnyebb dolog, amit valahol tapasztaltam shooterekben, hogy őszinte legyek, mindegy mi van, tudsz-e célozni, nem tudsz célozni, csak lőj egy sniperos az enemy belehol, hogy őszinte legyek. Egyszerűen no skill szintre emelte a snipert ezzel a sweet spot mechanizmussal, ahol ugye, hogyha jó távon vagy belül, mindegy, hol lövöd meg az enemy, el fog feküdni. Nagyon könnyű volt lőni a fegyverekkel, a hitbox is óriási volt, szóval nem túl voltam túl boldog vele, és nagyon-nagyon-nagyon átvették Battlefield 1-ben a sniperek az irányítást, a játék felett, a camp és a rengeteg lőszer nagyon-nagyon rossz hatást tett a Battlefieldnek. Nekem is úgy volt, hogyha nem ment a játék, csak átváltottam sniperre, és már is ment a játék, szóval na ja. Viszont elérkeztünk Battlefield 5-re, gyerekek, ahol a sniperezés végre újra egy skill játék lett, és azok, akik szeretik a sniper játékot, örömmel fogják fogadni azt, hogy megmutathatják tehetségüket, hogy őszinte legyek. Nem vagyok egy nagy sniper játékos, viszont úgy szeretem őket, tehát el vagyok velük, és egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés ért Battlefield 5-ben azon a téren, hogy jé, ez meg itt nem halnak meg az emberek, ha rájuk lövök egyszer, mindegy, hogy milyen szinten, hogy milyen távol van, vagy hogy benne vagyok ebbe a távolságba, hogy bele kéne haljanak, úgyhogy voilà, c'est fini, a sniper újra skill játék lett, csak headshottal fognak belehalni az emberek, ha testen lövöd, mellkason lövöd, nyakon lövöd, lábon lövöd, mindegy milyen távon vagy, én nem fognak belehalni. És mindezt még mi történt, megspékelték limitált lőszerrel is. A sniperek, hölgyeim és uraim, nem fognak órákig, vagy egy teljes játékon keresztül kempelni valahol a messzi-messzi galaxisban téged kilőve, és ráadásul, hogyha meg is lőnek, sikerül nekik valahonnan távolról, kemből meglőni téged, nem fogsz belehalni, ha csak nem headshotot adsz. A hátrányok annak, hogyha meg vagy sebesülve, ugye az életed nem feltétlenül töltődik fel maximumra, így aztán egy kicsit meg vagy sebesülve, eltalál a sniper, belehalhatsz, ez lenne a legnagyobb gond. Nos, hölgyeim és uraim, azt kell, hogy mondjam, hogy a golyó ejtés például egy kicsit visszahajaz a Battlefield 3-os időkre. Ott volt meg ez a mértékű golyóejtés. Komolyan mondom, nem tudtam sokszor belőni, hogy milyen távon, mekkora golyóejtés kellene csinálni, és ezokból remélhetőleg a jövőben, mire kijön a teljes változat a játék, egy kicsit jobb és erősebb effektet adnak a golyónak, magának a golyó útvonalának, mert nem teljesen látni azt a bizonyos golyóejtés, hogyha nagyon hosszú távra állsz rá, de ezen a téren azt kell mondjam, hogy a sniper játék egyszerűen jó, fantasztikus, hogy ha nem te játszod a snipert, nem idegesítő, nem fel se nagyon tűnnek, hogy ott vannak a pályán, és hogyha a sniper játékos vagy, akkor a szereped nagyon átalakul egy supportá, hogy a társaidat segítsd az előnyomulásban, a foglalásban, és hogy megsebesítsd az enemit, és befejezzék. Ezzel ellentétben hozzáadom, hogy a hitbox fej körül egy kicsit nagyobb lett, ami nem rossz dolog, szóval bátran menjetek fejre, azt kell mondjam.
Másik dolog pedig, hogy az Assist Counts as Skill sokkal barátibb, tehát nagyon egy kevesebb összeg alatt is beadja, tehát nem kell 80%-nyi életét levidd az illetőnek, hogy kapj egy Assist Counts as Skill-t. Így a játék elismeri és megjutalmaz azért, hogy te valóban részt veszel, és joggal jár neked az a kill count, mert te meglőtted annyira, hogy a társad kényelmesen ki tudta végezni, hogyha arról van szó. És ez egy fasz a dolog, ez egy jó dolog, hogy ilyen szinten megjutalmazzák a snipereket. Hogyha már ugye nörfölték azt a részt, hogy egy kicsit nehezebb snipolni, és limitált lőszered van. Ez egy tök jó dolog, hogy őszinte legyek. Meglátjuk a többi snipert, hogy fognak szuperálni, de komolyan mondom, először úgy érzem Battlefield 3 óta, hogy a snipernek értelme és célja van, nem pedig arról szól, hogy össze-vissza lövöldözünk, mert így is úgy is belehal valaki majd előbb-utóbb. Meg kell gondolt, hova lősz, mikor lősz, és egy csapatban a sniper nagyon jó kitámogató tud lenni, de semmiképp sem tudnám ajánlani egy masszív támadó, hogy is mondjam, karakternek Battlefield 5-ben. Srácok, nagyjából ez lett volna a sniper beszámoló, reméljük a jövőben még tudok mindenki, tehát lesznek majd még Battlefield 5 gameplayek, értedek mire gondolok. De hagylak, nézzétek és élvezzétek a gameplayt, egy ilyen nyers gameplay konkrétan, ami azt hiszem jól bemutatja, hogy a snipernek mi és hol van a szerepe, hogy hova lehet belőni azt a bizonyos sniper szerepet. Szóval látni fogjátok, hogy van fönt, tehát egy jó neki indult gameplay, és lesz egy le, amikor is zsinórba halok, mert egyszerűen próbáltam olyan játékot játszani, amire nem a sniper teremtették, vagy legalábbis nem az én skillemhez mérten, sniper skillemhez mérten teremtették a játék, és utána megint visszavonultam abba, amit én jobban érzek sniper játéknak, és megint csak egy ilyen fellendülés vett a játékom. De élvezzétek! We are losing objective Beta. Thank you.
objective Bertha. We are losing it. Kommen Sie, Soldat! Macht euch bereit! We have taken objective Friedrich. Yeah, we have lost objective Bertha. Objective Dora is now ours. Objective Dora. Mach weiter! We are winning this fight!
objective Caesar. Lost objective Bertha. Informing you that objective Caesar has been lost. Ich habe Herzschmerzen! Verdammte, das weh! Scharfschutzfeuer! We are losing objective Dora, soldiers. Attention! We have now taken objective Bertha. Objective Caesar.
Listen carefully. Objective Bertha has been lost. Okay. Objective Dora is now ours. Soldat. Objective Dora has been lost. Yes, Objective Arbor taken. Objective Bertha taken. Careful. Objective Bertha has been lost.
objective untold. It has been lost soldiers. Objective Friedrich. Objective Caesar.